Köszönöm szépen. Itt nem egy priméren tudományos problémának a tárgyalására fog sor kerülni, hanem egyfajta filozófiai jellegű tárgyalására a tudománynak. A tudománynak az ismeretelméleti oldaláról szeretnék közelíteni. Azt a kérdést tárgyalnám, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy bizonyos hiteket tudományos hiteknek nevezzünk. Milyen kritériumok, normák, standardek teszik lehetővé azt, hogy bizonyos hiteket tudományos hiteknek nevezzünk. Az előadás kicsit hosszú, mert hogy a szerkezete úgy néz ki, hogy egészen röviden elővezetném a kulturális relativizmus fogalmát. Ezután szeretnék néhány szót szólni arról, hogy hogyan kerül kapcsolatba a kulturális relativizmus a tudománnyal, hogy merül fel egyáltalán az a kérdés, hogy a kulturális relativizmus az releváns lehet a tudomány szempontjából. Az előadásom gerincét egy konkrét esettanulmány képezi. Azt szeretném demonstrálni az esettanulmány segítségével, hogy az eltérő standardeket használó tudományos közösségek hogyan viszonyulnak egymáshoz. És végül a konklúzióm amellett szóló érveket fog felsorakoztatni, hogy miért nem tekinthető kulturális értelemben relativistának a tudomány. Azt, hogy a világra vonatkozó hiteink és meggyőződéseink kialakulásánál milyen fontos szerepet játszanak a hitek értékelését megszabó standardek, jól mutatja az a régi történeti megfigyelés, hogy a szépség, erkölcsi erény vagy bűn, jogosság, politikai értékrend vagy vallási meggyőződések mennyire különbözőek attól függően, hogy egy-egy közösség milyen értékelési normákat fogad el. Ugye az európai művészet különböző korszakaiban, illetve a világ különböző tájain keletkezett műalkotásokat szemlélve elég szembetűnő, hogy mennyire eltérő kritériumok alapján ítélik meg az egyes kultúrák vagy egyes embercsoportok, hogy mi számít szépnek. Ugyanez a helyzet az erkölccsel. Voltak kultúrák, melyek nem láttak semmi kivetnivalót a kannibalizmusban vagy a poligámiában. Sok helyen, néhol ma is jogosnak tekintik a rabszolgatartást, az előre elrendezett házasságokat vagy a bosszú intézményét. Számos helyen a legjobb kormányzati formának tekintették az abszolutizmust. A normarendszerek, melyek ezeket az értékeléseket vezetik, kulturális képződmények. Nem az egyetemes emberi racionalitás alapozza meg őket, hanem egy-egy együtt élő társadalmi csoport konszenzusa. Ennek következtében ezek a normarendszerek és az általuk előírt viselkedésmódok nem hozzáférhetők a racionalitás számára. Az egyik kultúrában felnőtt ember számára lehetnek elborzasztóak, gusztustalanok, primitívek, egy másik kultúra temetkezési szokásai, ételei, vallási rítusai, de nem lehet ezek között racionális argumentációval értéksorrendet felállítani. Milyen érvek alapozhatnák meg például azt, hogy az istenség házába csak fedetlen fővel, vagy csak fedett fővel lehet belépni? Hogy halottainkat el kell égetni, föld alá kell temetni, vagy magas tornyokba kell helyezni, és megvárni, míg a madarak gondoskodnak az eltüntetésükről. Ezek a cselekedetek csak egy-egy hitrendszeren, kultúrán belül értékelhetők és indokolhatók, de nincs egy abszolút, kultúrafüggetlen perspektíva, amelyből megítélhetnénk, hogy ezek közül melyik a helyes. Legáltalánosabb értelemben ezt a jelenséget szokás kulturális relativizmusnak tekinteni. Egészen a 20. század közepéig a tudomány és az általa előállított tudás kivételnek számított a kulturális relativizmus tekintetében. Ezen a területen az a meggyőződés uralkodott, hogy vannak racionálisan belátható univerzális normák, melyek a tudományos tudás értékelését kortól és kultúrától függetlenül előírják. A tudománynak van egy általános módszertana, mely az igazság megítélését abszolúttá teszi. Ennek megfelelően hosszú időn keresztül
A tudomány filozófiai reflexiója egyfajta normatív reflexió volt. Mikor kezdődött ez? Mi? A tudomány, az kultúra függetlenül. Egy ilyen tudomány, hát, 18. században? Nem. A modern tudomány kezdetétől kezdődően, ez a 17. századtól kezdődően így van. Ugye az ókor és középkortól kezdve egy univerzalizmus uralta, de azért uralta univerzalizmus a tudományról való gondolkodást, mert nem igen tekintették a más kultúrához tartozó embereket értelmes lényeknek. Barbároknak tekintették őket. Nem így volt? Oké, tehát a 17. századtól kezdve ez így van. Ugye a vadak és a civilizáltak ellentéte ez ekkor került be, a nagyföldrajzi felfedezések után került be az európai kultúrába. Nincsen a tőlünk távoli földrészek, az akkor nem régen felfedezett, távoli földrészeken élő embereknek filozófiájuk, nincs természetfilozófiájuk. A tudomány filozófia tehát egy normatív disziplinának számított hosszú időn keresztül, azokat az általános előírásokat adta meg, melyeket minden tudományosság igényével fellépő megismerőnek követnie kellett ahhoz, hogy tudományos tudást állítson elő. A tudományos elméletek empirikus konfirmálásának, a tudományos magyarázatok szerkezetének, a hipotézisek igazolásának vagy cáfolásának, a korábbi elméletek új elméletekkel való lecserélésének általános szabályait próbálták megállapítani. Az ilyen időtlen és kultúra független szabályokból az következett, hogy a tudomány története nem látszott különösebben érdekes témának. Természetesen az ókortól fogva léteztek tudományos elképzelések, amelyeket akkor persze nem neveztek tudományosnak. Természetfilozófiáról szoktak ezzel kapcsolatban beszélni. Ókortól fogva léteztek tudományos elképzelések, ezek azonban a ma ismert tudomány kevésbé informált, kisebb-nagyobb tévedésekkel terhelt előzményei, és mint ilyenek nem nagyon érdekesek. A tudományos tudás mindig a jelenkori elméletekben van, melyek több adaton alapulnak, mint a korábbiak, és már kijavították elődeik hibáit. Ebben a szemléletben történt egy alapvető változás a 20. század közepétől kezdve. A változást Thomas Kuhn nevéhez szoktuk kötni, mint minden ilyen egy névhez való hozzákötés természetesen igazságtalan. Számos más szerző volt, őt kicsit akár megelőzve, mint Coaré, vagy vele egy időben, aki hasonló dolgokat gondolt, mint Kuhn. Az egyszerűség kedvéért azonban Kuhnnál maradnék. Kuhn arra figyelt fel, hogy amennyiben a tudományosság ma használatos mércéivel próbáljuk leírni a múltbeli tudományos elméleteket, nagyon sokszor vagyunk kénytelnek arra a következtetésre jutni, hogy a múltbeli tudósok érthetetlenül irracionális gondolkodók voltak. Miért lenne ez így? Tette fel a kérdést Kuhn. Azt el tudjuk képzelni, hogy kevesebbet tudtak nálunk, vagy hogy számos kérdésben tévedtek. De hogyan lehettek oly irracionálisak, hogy figyelmen kívül hagyták a nyilvánvaló tapasztalatokat? Nyilvánvaló logikai hibákat követtek el, és ha így történt, hogy lehettek akár évszázadokon, némelyikük év ezredeken keresztül tudományos tekintély? Ilyen irracionálisnak tűnő jelenség volt például, amikor Galilei távcsöves megfigyelésekkel próbálta igazolni a földközéppontú kozmológia helyes helytelenségét, hibás voltát. Ugye a megfigyelésekben a Jupiter holdjai, a Vénusz fázisai, a Holdon szereplő hegyek szerepeltek, nem jól mondok valamit? De szóljon közben, akkor... Voltak tehát távcsöves megfigyelései Galileinek, amelyek amellett szóltak, hogy a földközéppontú világszemlélet az nem lehet helyes. Hosszú ideje uralkodott ekkor ez a szemlélet, ugye a görögöktől fogva, de hát azt mutatták a távcsöves adatok, az empirikus adatok,
hogy vannak más dinamikai központjai is a világegyetemnek, lásd Jupiter, ami körül ugye keringenek holdak. Azok nem a Föld körül keringenek, holott a hagyományos elképzelés szerint a Földet kristályszférák fonják körbe, és ezek a kristályszférák hordozzák a Föld körül az összes égi testet. Az eset, ami Kuhn számára és más tudományos történészek számára érdekesnek mutatkozott, az Galileinek a Bellarmino bíborossal folytatott vitája a 17. század elején. Bellarmino bíboros ugyanis, legalábbis a hagyomány szerint, ténylegesen azt hiszem ennél komplikáltabb volt a helyzet, elutasította azt, hogy a távcsővel vizsgálja meg, hogy ténylegesen milyen az égnek a szerkezete. Azt mondta volna, igen? Az elutasítás? Ez a mitos, hogy teljesen, mert nem erről szólt a vita a per, tehát ez szerintem... A perből ugye legalább kettő volt. Igen, most ez mitos, hogy teljesen. Azt mondom... És fizikában pedig mitos, hogy a távcsövével lehetett... Ezt szeretném elmondani, igen. Hogy Igen. Hogy nem nézett bele, mint mondtam, ugye ez valószínűleg ennél sokkal bonyolultabb volt, ugye a Collegio Romano a pápai akadémián számosan voltak, akik a távcsővel foglalkoztak, mindenféle optikai ellenvetések merültek fel a távcsővel kapcsolatban, a hold fölötti világnak a jelenségeit mondták, nem mutatja úgy, mint a hold alatti világnak a jelenségeit. Például, hogyha a nap van a világegyetem középpontjában, akkor a oppozícióban levő Marsot és Vénuszt sokkal kisebbnek kellene látnunk, mint a közel lévőt, mint a konjunkcióban levőt. Valójában azonban ezek a távcsövek ezt nem mutatták. Nagy problémát okozott, hogy vajon igaz-e az, hogy ugyanaz az optika érvényes a hold fölötti világra, mint a hold alatti világra. Ugye a probléma abból származott, hogy Arisztotelésztől kezdődően a fizika az csak a hold alatti világra volt érvényes. Az asztronómiában másféle törvények, más mozgástörvények és más anyagok voltak. Azt látjuk tehát, hogy a felületes rátekintés számára voltak itt empirikus evidenciák, amely empirikus evidenciák nem voltak elégségesek ahhoz, hogy a szemmel látható adatokkal meggyőzzék a napközéppontú kozmológia helyességéről az ellenzőket. Nem egészen tehát nem nézett fel a távcsőre, és ez alapján azt mondta, hogy nem érvényes az a cél. Igen, igen. Akkor pedig azt mondta, hogy a távcsőbe nézvén, egyszerűen ellentmondást talál. Igen, igen. Ez a... Elmondhatom még? Vagy... Vagy én is mondom. De lehet... Az Ingolyéni munkáját is megjött. A kicsodát? Tycho Brahét, igen. Tycho Brahe mutatta meg, hogy a hold fölötti világ is változik. Ugye szupernovák talált, ezen külön megmutatta, hogy az üstökösök ott van. Tycho Brahe 1598-ban írt egy könyvet arról, hogy hogyan kell módosítani a Ptolemaiosz rendszert, hogy jobb legyen nála a Vénusz és a Mars. És ezen kívül kb. 15 érvet felsorolt az ő méréseinek, figyeléseinek egy csillagászati kutatóintézetben volt, tulajdonképpen egy csillagász szupernőszerekkel dolgozott, és megmutatták, hogy a Kopernikusz képe az akkori fizikával miért már összefér. 1640 körül Grigori összegyűjtötte az összes érvet a Föld forgása mellett és a forgása ellen. Ha a 17. századra gondolom, akkor ő 40 érvet gyűjtött az mellett, hogy nem forog, és 20-at mellett forog. Mindenki, aki itt van, tudja, hogy perdöntő kísérleteket és bizonyítást csak a 19. században lehetett csinálni. Tehát itt fizika, az akkori fizika, és nem konzervatív, hanem nagy tudású emberek szálltak szembe, és nem ez volt, hogy nem nézett be a hadiszébe, mert a mai fizikusok tudják, hogy Galilei mérései
pont, mert a csillagtávolságokról szól nyelvét. Tehát nem igaz. Igen. Elnézést, csak ezt a mikroszt, annyira... Nem látom a dolog jelentőségét. Ugye az első pillanattól arról beszéltem, hogy ez az egyszerűsített tudomány történeti szemlélet, hogy nem volt hajlandó belenézni. Nyilvánvalóan a Collegio Romanóban belenéztek, viták voltak vele kapcsolatban, a korabeli távcsövek által mutatott képek annyira homályosak, annyira elmosódottak, annyira kromatikus torzítástól kezdve mindenféle torzítással terheltek voltak, hogy amit abban látni lehetett, azt máma egyáltalán nem minősítenénk empirikus bizonyításnak. Teljesen mindegy, hogy belenézett vagy nem nézett bele, a vita arról folyt, hogy melyik eszköz az, amelyik eszközzel alapvetően a világról való ismereteinket igazolni kell. Melyik ad nekünk biztosabb eszközöket? Erről folyt alapvetően a vita, azt mondták, hogy a Bibliában maga a Teremtő megírta, erről folyt az inkvizíciós per. Erről folyt, és Bellarmino volt ott a természetfilozófus szakértő. Elhiszem, de nem teológiai vita is volt. Hogyne? Hát a Krisztina hercegnő, ugye a Medici hercegnő, Galileit kifejezetten a teológiai érvekkel támadta meg. A Galileinek a nagy műve, a Krisztina hercegnőhöz írott levele, az pont arról szól, hogy hogyan kell interpretálni a Bibliát ahhoz, hogy a megfigyeléseink ne legyenek ellentétbe azzal. Ugye az... Az volt itt a kulturális váltás, hogy mi a státusza a Bibliának a természet megismerése szempontjából. Galileinek az volt a felháborítónak számító állítása, hogy a Biblia azt mutatja meg számunkra, hogy hogyan juthatunk fel az egekbe, de nem kell azzal foglalkozni, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen az egek szerkezete. Ugye ott van a Zsoltárok könyvébe, hogy Isten a világ mindenség középpontjába helyezte a mozdulatlan földet. Ott van az a bibliai hely, amit állandóan felhoztak a Galileivel és a Kopernikusszal szembe, hogy a Józsué megállította a napot az égen. Nem a föld forog, mondták ők, lám itt van a Bibliába leírva. Maga a Teremtő sugalmazta ezt a könyvet, és ő mondja el, hogy a nap forog a föld körül, és nem megfordítva. A kérdés tehát az volt, és Galilei ebből a szempontból számított forradalminak, hogy félretolhatjuk-e ezt az eszközt, a Bibliát, a természet értelmezése szempontjából, és vegyünk-e egy másik eszközt, tudnélik a távcsövet, az adott korban nagyon tökéletlen, nagyon ellentmondott a több ezer év óta fennálló tudásunknak és a köznapi tapasztalatunknak. Számos köznapi tapasztalat szólt és szól az ellen, hogy a Föld hihetetlen sebességgel forog saját tengelye körül, és közben kering hihetetlen sebességgel a nap körül. Miért hinnénk a saját állandó tapasztalatunkkal, továbbá több ezer éve az egész életünket átható, természet fölötti kinyilatkoztatáson alapuló Biblia szavával szemben egy részcsőnek, amely részcsőbe belenézünk, és azokat az érdekes optikai trükköket látjuk, amiket a 13. század óta a vásári mutatványosok nekünk újra és újra mutatnak. A távcső, a tükrök és a csiszolt lencsék arra voltak használatosak, hogy a vásárba mindenféle érdekes trükköket mutattak vele mutatványosok két garasért. Hogy váltaná le ez a Bibliát? Merült föl a kérdés. Nem ez merült föl? De nyugodtan lehet. Igen. Huzános, igen. Ugye 1453-ban közötték írta a művét, amiben lényegében ezt a képet leváltotta már, és elég népszerű volt, ugye Huzános önmagában is voltatozott előadatról foglalkozás, hogy egy értékes ember, ismertek voltak a munkái, és pont a Arisztotelész, és ő is arról beszélt, hogy nagyon sokan korábban, ugyanazt mondta, mint Bruno, hogy valószínű a Föld is egy csillag, meg a csillag és a bolygó közt nem tudták a különbségeket, és valószínű, ez az Isten hatalmához hozzátartozik, hogy több Föld egy Isten. Persze, igen. Tehát ezt a kopernikusi képet, de nem a kopernikusi, tehát a kolumbányosi képet,
már a keresztény tudományos írók egy része korábban megkérdőjelezte. Persze, persze. Tehát ezt a Bibliára hivatkozva elutasítottak, itt inkább csak akar elolvasni a patatoknak a másikásra, akkor kiderül, hogy a Bibliára hivatkozás azért kellett, hogy a Szent Hivatalnak kellene foglalkozni. Mert a Szent Hivatalnak el kellett dönteni, hogy a bibliai interpretációját módosítja, vagy pedig is elfogadható a háztudományos eredmény. Tehát a kérdés az volt, és gondolják, hogy tehát ők azt nézték, hogy a tudományos, akkor a tudományos eredmények eléggé meggyőzőek ahhoz, hogy a Biblia értelmezését módosítsák, vagy pedig várjunk tovább, mert ezek az eredmények még életlenek, és majd akkor módosítjuk az interpretációt. Tehát nem az a kezdeti eredmény. És igazából én úgy tudom, hogy hipotézisként mindegyiket el. Hipotézisként természetesen, persze. Mert ha tudományként fogadják el, akkor módosítani kell a Bibliát. És én a magam részéről csak arra tudtam gondolni, hogy ott álltak szegényelni. És azt mondják, hogy Istenem, hogyha nincs, melyik a nagyobb égés? Hogyha igaz ez, később kiderül, hogy valóban jó modell, és mi nem fogadjuk el, vagy hogyha mi elfogadjuk, és kiderül, hogy nem jó modell. Igen. Ez volt a kérdés. Igen. Igen, hát ez az, amit mondok, ugye? Az a kérdés. Azt mondta, hogy a Bibliára hivatkozva elutasították. Igen, igen. Az egyik párt elutasította a Bibliára hivatkozva, azt mondták, hogy a Bibliában szó szerint ellentmond, ezért tiltották be Galileinek azt, hogy tanítsa, hirdesse. Betiltották neki. De ne, hát ennek megvannak az inkvizíciós jegyzőkönyvei, erről nem érdemes vitatkozni, megtiltották neki, hogy tanítsa. Írásban megvannak, ez meg van őrizve. Ez nem egy legenda. Megtiltották, hogy tanítsa. Tudomány nem volt még. Természetfilozófia volt. Az hipotézisnek a jelentése egészen más volt, mint ma. Ugye hipotézis volt, a ptolemaioszi asztronómia is hipotézis volt a maga köreivel, deferenseivel, stb. Hipotézis volt. Ténylegesen tudjuk, hogy nem úgy mozognak a bolygók, mint ahogy ő leírta. Ezek hipotézisek, amelyek elősegítik a matematikai számításokat, előrejelzéseket, ténylegesen a platóni körök szerint egyenletes sebességgel stb. Mozognak. Ezt ajánlották fel a Galileinek, hogy mondja azt, hogy amit látunk itt, az nem a valóságot mutatja nekünk, hanem csak lehetővé teszi számunkra azt, hogy a számításaink jobbak legyenek, könnyebbek, egyszerűbbek, kevesebb epiciklussal, stb. Ez volt a kérdés. Ez volt. Abban meg nem látom az ellentétet. Ugye ez itt a kérdés. Minek higgyünk? Annak higgyünk-e, ami a kinyilatkoztatott írás, ami magától a világ teremtőjétől származik, vagy pedig higgyünk ennek a távcsőnek, ami egy teljesen új játék. Mi ezzel mi a baj, azt nem értem. Mert nem látom. Nem. Még az üstökösökhöz hadd mondjam azt, hogy Galilei szerint nem léteztek. Galilei szerint nem léteztek az üstökösök, azok fényjelenség, optikai jelenségek voltak, ténylegesen nem léteztek. A Galilei. Tycho Brahe szerint léteztek, Galilei szerint nem léteztek, és a Tycho Brahe féle üstökösöknél is az a megoldás született, hogy nem kemény, áttörhetetlen kristályszférák vannak, hanem hosszú, széles sávok, amelyek sodorják magukkal, mint az örvények a bolygókat, és ezeken át tud hatolni az üstökös, mert hogy ez nem kemény üvegkristályszerűség, hanem mint a víz olyan. De ez a víz viszi a bolygókat. Nincs tehetetlenségi mozgásuk ezeknek. Ezek ugyanúgy kívülről mozgatódnak. Tehát azt akarom mondani, hogy a kristályszféráknak az elméletét azt nem cáfolta meg az üstökös, csak módosította. De ugyanúgy megmaradtak a Föld körül keringő szférák, csak nem kristályszféráknak nevezte őket. Galilei, megmondom, fényjelenségnek. Ugyanúgy illúziónak minősítette, mint hogy a tejút nem létezik, stb. Jó. A kérdés, tehát ebben úgy látom, hogy teljesen egyetértünk, hogy ott álltak, és az volt a kérdés, hogy milyen evidenciális bázist lehet felhasználni az elméleteink igazolásához. Fogadjuk el a Bibliát, vagy fogadjuk el inkább a távcsőt?
ezelőtt az alternatíva előtt álltak, és mivel a távcső az adott pillanatban meglehetősen gyenge empirikus adatokat szolgáltatott, és mivel mind a Bibliának, mind a köznapi tapasztalatoknak ellentmondott, ezért az a meggyőződés, hogy a Bibliára érdemes támaszkodni, az legalább annyira racionálisnak számított, mint az, hogy nézzük meg, hogy mit mutat az a távcső. Amit ki akarok ugye hozni a gondolatmenetből, hogy ezek a tudománytörténészek egy olyan kérdés elé kerültek, hogy a Bellarminohoz hasonló szerzőket, akik máma számunkra e mítosz jegyében jelennek meg, hogy ezek dogmatikusok voltak, akik elutasították az empirikus adatok tekintetbevételét, és helyette a Bibliára támaszkodtak, a maguk korában vizsgálva racionálisan jártak el. Amikor tehát tudománytörténetet írunk, akkor az ilyen szerzőket sem biztos, hogy félre lehet söpörni. Ha megőrizzük azt az elképzelést, amiből a normatív tudományfilozófia kiindult, hogy örök és állandó, abszolút standardjai vannak a tudománynak, akkor az ilyen szerzők nem kerülnek be a tudománytörténetbe, ezek sarlatánok, ezek dogmatikusok. Ha azonban, mondták ezek a szerzők, azt vizsgáljuk meg, hogy az adott korban mi számított racionálisnak, mi számított evidenciának, mi számított helyes módszernek, akkor a Bellarmino típusú szerzőknek ugyanolyan helye van a tudománytörténetben, mint a Galilei típusú szerzőknek. Ez a fajta tudománytörténet felfogás a következő alternatíva elé állította a tudománytörténészeket, Kuhn idézem továbbra is. Mondhatjuk azt, hogy a múltbeli tudósok, akik ma abszurdnak látszó nézeteket képviseltek, valójában nem voltak tudósok, hiszen megsértették a tudomány örök normáit, vagyis a ma érvényesnek számító normákat. Vagy mondhatjuk, hogy ők is tudósok voltak, de más módszertani sztenderdeket tekintettek érvényesnek, mint ma. Kuhn arra a konklúzióra jutott, hogy az első lehetőség választása, tudnék, hogy ezek nem voltak tudósok, katasztrofális következményekkel járna a tudományra nézvést. Ugyanis a ma irracionálisnak tűnő, múltbeli szerzők a maguk korában racionálisak és a lehető legnagyobb gondossággal eljáró tudósoknak számítottak. Pontosan úgy, ahogy a mai tudós, a ma tudósnak számító emberekkel is ez a helyzet. Ha tehát később elfogadottá vált kritériumokat alkalmazva azt mondjuk, hogy a múlt tudósai nem tudósok voltak, nem kell-e ugyanezt mondani a maiakról is. Mi a biztosíték arra, tette fel Kuhn a kérdést, hogy a tudományos megismerés ma evidensnek tűnő módszertani szabályaival nem fogunk-e ugyanúgy járni 100-200 év múlva, mint ahogy Bellarmino által használt szabályokkal, és az őt megelőzően évszázadokon át evidensnek tekintett normákkal. E megfontolás alapján Kuhn a második lehetőséget választotta. Eszerint különböző történelmi korokban dolgozó, ma esetleg irracionálisnak látszó szerzők ugyanúgy tudósok voltak, mint a maiak, de a tudomány normái, módszerei, ismeretelméleti kritériumai változnak a történelem során. És mivel ezek a sztenderdek megváltoznak, természetesen változnak az igaznak tekintett elméletek is, vagyis történetileg nézve a tudomány hasonlít az emberi kultúra más részeihez. Konszenzuálisan elfogadott, történetileg változó normarendszerek által definiált rendszerekből áll. Ez természetesen azt jelenti, hogy a tudomány történetileg relativista felfogását kell Kuhn szerint elfogadni. A tudományban időnként megváltoznak az igazolás sztenderdjei, a világ leírására használt fogalomkészlet, az addig fontosnak tekintett problémák helyébe új problémák, új megoldások kerülnek. A tudománytörténet azt mutatja, hogy az akár évszázadokig evidensen igaznak tekintett elméletekről is gyakran kiderül, hogy valójában nem igaz, csak jól működő leírást és értelmezést adtak a valóságról. És hát ugye van itt egy rövid lista azokról az elméletekről,
amelyeket leggyakrabban szokás ezzel a tézissel kapcsolatban felhozni. A listát van, aki sokkal hosszabbra, van, aki sokkal rövidebbre veszi. Az ilyen típusú megfigyelésekből és a hozzájuk csatlakozó példákból származik az a tudományfilozófiában gyakran használt érv, amit a pesszimista metaindukció érvének szokás tekinteni. Ez az érv azt mondja, hogy az igaznak tekintett tudományos elméletek a tudományok története során rendre hamisnak bizonyultak. Nincs igazi okunk annak feltételezésére, hogy a jelenkori elméleteinkkel nem ugyanez a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy a jelenben elfogadott elméletek instrumentálisan sikeresek. Jó előrejelzéseket tesznek, beválnak a predikciók, sikeres magyarázatokat alkotnak, technikailag jól alkalmazhatók, de hát ilyenek voltak a múltban is. Hosszabb, rövidebb ideig voltak elméletek, a már emlegetett Ptolemaioszi elmélet például elég jól működött a naptárkészítés, hajózás szempontjából, később hamisnak bizonyult. Az instrumentális bevállás az azt teszi lehetővé számunkra, hogy azt mondjuk, hogy a mai tudományos elméleteknek az elfogadása az egy racionális aktusnak tekinthető. A legjobban beváló elméleteink, azok az elméleteink, amelyek prediktíve legsikeresebbek, azokat kell elfogadnunk. Azonban, szól az érv, a pesszimista metaindukció azt az elképzelést igazolja, vagy legalábbis motiválja, hogy ezeknek az elméleteknek az igazságáról nem beszélhetünk. Racionális elfogadásáról beszélhetünk, igazságáról azonban nem. Azért ez egy abszolút váltás legyen, hát azért azt nem mondhatjuk, hogy relatívan érezzük a teljes. Persze, persze. De kemény dolgunk kell, de mondjuk azt, hogy tárgyalás az univerzum, az nem. Akkor ezt valami éppen elég. Tehát, hogy óvatosan vágyunk a valóságnak a megfelelésről, és viszont a képeket, vagy a modelleket azt fogadjuk el, hogy egészen más módon is föl lehet. Igen. Ugye az a, mondjuk, a Kuhni példánál maradnék, az arisztotelészi fizikában az, hogy a testek lefelé esnek, az annak a következménye, hogy a bennük levő nehéz elemnek van egy a világegyetem középpontja felé irányuló törekvése. Ezek a testek ugyanígy lefelé esnek a newtoni fizikában is, csak egészen más magyarázatunk van erre. Egészen más. Ugye ott egy gravitációs erőről beszélünk, ami vonza őket a Föld középpontja felé, nem a világegyetem középpontja felé mennek, nem a saját iniciatívájuk alapján mozognak, nincs bennük egy célra irányulás, stb. A jelenség maga nem tagadott egyikben sem, csak a köré rakott elmélet más. Csak utána tegyek hozzá, hogy legközelebb az átlagosra. Azt is lehetnék, igen. Igen. De aztán sorolcsán van egy különbség, hogy Arisztotelész szerintem nem mennyiségű jóslatot tett. Newton viszont tudott mennyiségű jóslatot is tenni. Azért az egy előrelépés. Ez igen, de azt gondolom, hogy ez egy instrumentális előrelépés. Igen, tehát azt nem akarnám tagadni, mint ahogy a Kuhn se akarta tagadni, hogy természetesen az újabb elméletek sokkal jobbak ebből a szempontból, mint a régiek. Pontosabbak, jobb probléma megoldó eszközök, stb. Az, hogy igaz módon képezik-e le a valóságot, e körül van a vita. Hogy jobbak, azt nem tagadnám. És arra lehet valamit mondani, hogy egy kérdésem is volt, nem egészen ilyen kiképp alapot tudok ezt. Lehet jellemezni, hogy elméletet, hogy mennyire. Nálik meg. Előre vagy utólag? Közben. Utólag vagy. Hát mennyi hipotézis használ, mennyire válik be? Lehet ezt számszerűen? Hát azt nem tudom, hogy lehet-e. Ugye egy egyszerűen, számszerűen megkülönböztetjük. Ugye mert akkor egy idő után be fog jönni az, hogy melyik a jelentősebb hipotézis, melyik a kevésbé, stb. Szóval, hogy egy ilyen mechanikus összevetés biztos nem lehet. Igen, így is szempontból érdekel. De abszolút. Hogy a jezsuit
Persze, a kollégiumomban néztem. És ahogy ő összegyűjtötte, mondta azt a következtetés, hogy valószínű, hogy nem borog a föld. Mondta ezt, Péter, ezt neked válaszoltam. Jó, értem. Aztán kiderült, hogy még valami súlyosabban kell venni, meg lehet csinálni a kukorékát, és készen volt. Igen. De amikor itt pont ezt mondtam meg, köszönöm, és bocsánat, ez csak nagyon rövid lesz, elnézés, pont az engem izgatott kérdésre válaszolt az elején, ezért voltam ajánlott ellenséget, később értettem meg, hogy nagyon rossz, hogy idejöttem, mert egyszerűen nem értettem, és nekem ez okozott problémát, és ezért kötöttem bele magába, bocsánatot kérek, hogy ez a kulturális relativizmus és a tudománynak ez az imperializmusa, hogy mi mindent tudunk, tehát amit korábban volt, azok mind rosszak, hogy ebből következett az egész karrierjének ez az interpretáció, és mindenkitől elnézést kérek, de én legalább sokat tanultam, úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem lehet lámpával is látni azt, és akkor nem ülünk ilyen félhomályba. Igen, igen. Szóval, hogy ilyen dolgokkal kellett szembenézni, hogyha nagy sebességgel forog a Föld folyamatosan, miért nincs állandó nagyon erős szél? Ez volt az egyik használatos érv. A toronyargumentum. Toronyargumentum. Ha egy toronyból leejtek egy követ, annak akkor parabola pályán kellene esni, hogy függőlegesen esik mégis a toronyból. Tehát át kellett alakítani az egész fizikai fogalomrendszert, hogy van tehetetlenségi mozgás, a kő is részt vesz benne, stb. De a köznapi gondolkodók számára, akik nem rendelkeztek ezzel, és hát ugye a tehetetlenségi mozgással még a Bellarmino se rendelkezett, nem tudtak ezekre választani. Hogy találnak vissza a madarak a fészkükre? Miközben a fával együtt a Föld régen elment. Ilyen érvek voltak. Miért nem hagyjuk le a felhőket? Milyen érvek van? De mi az érv? Ugye a Tycho Brahénak az volt a nagy kérdése, hogyha egy gyorsjáratú hajóról két irányban kilövünk ágyugójót, akkor az egy irányba sokkal messzebb kellene annak repülni. Ténylegesen meg nem repült messzebb. Oké, ez egy bevezető anekdota akart lenni, annak meg nem Galileiről szól az előadás. Ja, bocsánat. Bocsánat, gesztikulálok. A párhuzam tehát, amit szerettem volna megvilágítani a tudományról való gondolkodás és a kulturális relativizmus között, az pillanatnyilag ott tartana egyelőre, hogy vannak ezek a végső keretek, mint amit alkalmazott Bellarmino és Galilei, ha már ő volt a mi két példánk, vajon mik az evidenciák forrásai, a Biblia vagy pedig a távcső, ezeknek a végső evidenciális kereteknek a megszabása, az kulturális eszközökkel történik, az társadalmi eszközökkel történik. Mi a Biblia státusza? Ez a 17. századra kezd kérdésessé válni. Azelőtt ez sose lehetett kérdéses. Azok a standardek, amik meghatározzák, hogy milyen eszközök segítségével igazoljuk, vagy értékeljük a világról való tudásunkat, ezek társadalmilag leírható folyamatokban konstituálódnak. Az állítás az lett volna tehát, hogy a tudomány ismeretelméleti, filozófiai értelmezését, ami ez a bizonyos normatív időtlen értelmezés lett volna, az időtlen abszolút racionalitás jegyébe,
azt föl lehet váltani egy szociológiai megközelítéssel. Az alapvető felismerése az volt ennek a szociológiai megközelítésnek, hogy a tudásnak a definícióját azt esetleg érdemes lenne módosítani. A hagyományos Platontól kezdve használatos tudás definíció az úgy nézett ki, hogy az igazolt, igaz hiteket tekintjük tudásnak. Tekintettel azonban arra, mondták a tudásszociológia képviselői, hogy maguk az igazolás normái és sztenderdjei társadalmilag vannak legitimálva, ezért ezt a hagyományos definíciót úgy kellene módosítani, mondták, jó napot kívánok, hogy a szociológus számára tudás az, amit az emberek tudásnak tekintenek, azok a hitek és normák, amelyeket intézményesítenek, autoritással ruháznak fel. Bocsánat, hogy angolul vannak, de nem volt időm ezeket lefordítani. A tudománynak ez a relativista felfogása eredetileg a tudománytörténeti korszakok különbségeire vonatkozott, és a relativizmust alapvetően történetinek tekintették. Az a gondolat azonban, hogy az igazolás kereteinek elfogadása konkrét közösségekben és kultúrákban történik, kezdettől magában hordozta azt a lehetőséget, hogy a történeti relativizmus egyszer csak kulturális relativizmussá radikalizálódik. Azaz azzá a nézetté radikalizálódik, hogy a világ különböző földrajzi területein élő tudományos közösségek is elfogadhatnak különböző igazolási normákat, és ennek következtében a tudományos vélekedések ugyanúgy különbözhetnek egymástól, mint a vallások, jogszokások vagy művészeti hagyományok. Ez annak az eredménye lenne, hogy az, hogy mi számít elfogadhatónak, az speciális, lokális okok határozzák meg. Így a tudományos tudás jól meghatározott kontextusokban képződik. És hát az utóbbi egy-két évtizedben jól kimutatható, megfigyelhető az a tendencia, hogy a tudományt a korábbi történeti mellett egyre inkább lokális relativista képződményként fogják fel. A lokális relativizmust képviselő szerzők úgy írják le a tudományt, mint ami szigetbirodalmakból áll, melyek áthidalhatatlanul el vannak választva egymástól, közös platform nélküli, összemérhetetlen nyelveket használnak. Ezek a leírások abból az előföltevésből indulnak ki, hogy az egyidejűleg létező tudományos közösségek és az általuk létrehozott szellemi képződmények úgy viszonyulnak egymáshoz, mint autochton kultúrák. A továbbiakban előadásomnak központi állításaként azt szeretném megmutatni, hogy a laikus kultúrák és a lokális tudományos közösségek kognitív szempontból nem tekinthetők analógnak. Ehhez eszközként azt a módszert választom, ami, mint láttuk, a tudomány relativista felfogását eredményezte, tudnék a leíró megközelítést. Egy konkrét tudománytörténeti epizód elemzésével szeretném megmutatni, hogyan működik a tudományban a sztenderdek közösségek általi elfogadása és ezen keresztül az igazolás. Az eset, amelyet szeretnék szemügyre venni, az N-sugár felfedezésének esete volt. Az N-sugár felfedezése és ennek létének rövid úton való megcáfolása. Az eset maga a tudománytörténészek számára ismert. Mondandóm újdonsága így nem a történet feltárásában, hanem annak megmutatásában áll, hogy amit ismerünk, az valójában egy konstruált történet, amelynek konstruálását a tudományról alkotott hibás elképzelés vezeti. Egész röviden a sztória következő. Nem tudom, ismert a sztória? Akkor három mondatban összefogom.
1903 tavaszán René Blondlot, a kor egyik neves francia fizikusa volt egyébként, bejelentette, hogy felfedezett egy újfajta elektromágneses sugárzást, amelyet ő N-sugárnak nevezett el, Nantes-ban lakott, az ott a szülőváros, és onnan van az N-sugár név. Az általa leírt kísérleteket publikálta, és természetesen számos fizikus megkísérelte ezeket a kísérleteket megismételni. Nem jártak azonban sikerrel, így 1904. szeptemberében egy amerikai fizikus, Robert Wood, elment Blondlot laboratóriumába, ott közösen végrehajtottak egy döntő kísérletet, amely egyértelműen bebizonyította, hogy a Blondlot által felfedezni vélt sugárzás ténylegesen nem létezhet. Az empirikus cáfolatot közölte a Nature, és ezzel az N-sugár történetnek vége. Nézzük meg, hogy mi a, ez a standard tudománytörténeti sztória az N-sugárról, persze sokkal részletesebben kibontva a szerzők által. A történet szerkezetét nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy van itt egy individuális felfedező, akinek, ez volt a korabeli magyarázat, túlságosan erős elvárásai voltak arra nézvést, hogy itt fog ő találni egy sugárzást, és aztán ki fogom majd vetíteni, hogy nézett ki, egy standard kísérleti berendezés volt. A kísérleti berendezés némiképp hasonlatosan Platón, vagy a Galilei távcsövéhez lehetőséget adott arra, hogy az empirikus adatokat így vagy úgy lássuk. Nem volt teljesen egyértelmű a helyzet, és ezért az erős elvárások által vezettetett szerző öncsalás áldozata lett. Jött azonban a tudományos közösség, és egy kemény empirikus falszifikáció, egy döntő kísérlet segítségével megcáfolta a Blondlot elgondolását. Maga az eset a tudománytörténészeket egy külön kategória megalkotására, vagy ennek a kategóriának az alkalmazására vezette, ezt szokás pathological science-nek nevezni. Patológikus tudomány, ugye attól patológikus, hogy ahelyett, hogy az elfogulatlan, tiszta észt és megfigyelést és kísérleteket használta volna, vezették az elfogultságai és az elvárásai. Ez volt tehát a sztori. Ha az ember a tudománytörténeti könyvek mögé néz, és előveszi a korabeli folyóiratokat, hogy hogyan is zajlott az N-sugár körüli vita, akkor egy meglehetősen más történet bontakozik ki előtte. Nézzük meg egy pillanatra, hogy a folyóiratokból mi adódik. Hát ugye először is ugye maga ez az N-sugár, 1903-ban vagyunk, számos más, ugye a röntgen sugárzást követően számos más sugárzást fedeztek föl, ez akkor a tudományos kutatásnak egy ilyen forró területe volt. Az, hogy még egyfajta sugárzást most megismertünk a már megismertekhez képest, az nem jelentett egy rendkívül váratlan esemény. Inkább azt lehet mondani, hogy szinte várható volt, hogy itt fog most előre haladni a fizika. Az eredmények, amelyeket publikált Blondlot és kortársai, vagy munkatársai, keresztülmentek a szigorú tudományos szűrőkön. Megjelentek a peer-reviewed folyóiratokban, 120 kutatót lehet összeszámolni, akik mintegy 300 papert publikáltak. Az N-sugárról. Hihetetlen vita tört ki ott körülötte. Vitatkoztak is, mértek is, kísérleteket is leírtak. 300 paper. Jelentős, nagy presztízsű tudományos társaságokban és igen nagy gyakorisággal a Francia Tudományos Akadémián hangzottak el előadások. Olyannyira elfogadottá vagy érdekessé vált a dolog, hogy prioritás viták törtek ki. Ki fedezte fel az N-sugárt? Több jelentkező is akadt, hosszasan vitatkozott. Nem. Oda fogunk jutni. Magyarázati szempontból rendkívül sikeresnek bizonyult a sugárzásnak a feltételezése.
voltak olyan jelenségek, amelyeket addig nem sikerült megmagyarázni, a sugárzás feltételezésével azonban meg lehetett magyarázni. Nagyon félek, hogy az időből ki fogok futni, de ezt azért megmondom, hogy itt mi volt, ugye ez a hisztéria dolog volt. Az emberi test maga is termel ensugárzást, és hogyha erős fizikai és pszichikai aktivitásban van az ember, akkor több ilyen sugárzást termel. Az ensugár az hat az érzékszervekre. A kísérletek egy része az arról szólt, hogy a szemüket besugároztak az ensugárral, és akkor egy besötétített teremben olyan egész finom fluoreszcens fényeket láttak, amit anélkül nem láttak volna. Ugye a hisztériában lévő személy egy ilyen erősen felfokozott pszichikai és fizikai állapotban van, több ensugár termel a test, ennek következtében az észlelő képessége, az észlelő kapacitása megnövekszik. Van tehát egy jó kis magyarázatunk, amiben használjuk az amúgy ma már tudjuk, hogy nem létező ensugarat. Jó, elég sikeresnek bizonyult a 20. század elején ez egy bevett próbálkozás, ugye a pozitivizmusnak még a 19. századi nagy sikerek után a pozitivizmusnak a fénykorában vagyunk. Voltak ilyen kísérletek a fizikusok részéről, hogy a különböző parajelenségeknek fizikalisztikus magyarázatokat adjanak, és ebbe elég jól szerepelt az ensugár. Elég jó kis elméleteket lehetett vele. Jó, tehát sikeres volt magyarázatilag. És hát a legfontosabb rész következik, hogy empirikusan igen jól megerősített kísérletek támasztották alá az ensugár létezését. Ugye a legelső bekezdése, hadd hívjam fel a figyelmet, 40 kutató különböző laboratóriumokban sikeresen ismételte meg az ensugár kísérleteket. Sikerült specifikálni, kiterjeszteni, egyre jobban kidolgozták az ensugár tulajdonságait, új kutatási problémákat eredményezett az ensugár. Aztán elkezdett vándorolni a fizika szűk területéről a fiziológia területére és a pszichológia területére, ahol szintén jól megismételt kísérletek voltak, és igen sikeresen lehetett használni. És ezzel még mindig nem volt a dolognak vége. Kvantitatív korrelációkat kezdtek kimutatni, a fizikai aktivitás ereje és a keletkező sugár között. Lokalizálták az emberi testbe a sugár kibocsátásának a helyét a Broca centrumba, sikerült kauzálisan manipulálni, tehát elkezdtek ugye fizikai aktivitást a kísérleti személyeken fokozni, és akkor sikerült jobban kimutatni az ensugár jelenlétét. És végezetül ez a Jean Becquerel, az Henri Becquerelnek a fia, akiről itt szó van, kontrollkísérleteket végzett, érzéstelenített izmok, vagy görcsben levő izmok nem termelnek ensugarat, mutatta ki. Tehát mint egy negatív oldalról is sikerült megerősíteni. Ha egy pillanatra most végignézzük ezt a képet, vagy visszagondolunk erre a képre, ami kibontakozott a folyóiratokból, és megnézzük, hogy ez a tudománytörténeti könyvekben levő képhez hogyan viszonyul, akkor azt látjuk, hogy szó nincs itt egy individuumról. Szó nincs itt arról, hogy egy személy saját magát becsapta, egyfajta patológikus tudománynak az esete lenne, hanem hát inkább azt látjuk, hogy itt van egy interdisziplináris kutatási terület, ami stabilizálódik, gyorsabb fejlődésen megy át, eredményeket szállít, kísérleti megerősítések vannak, rangos publikációkat produkál, kvantifikál, alkalmaz, új területekre terjed ki. Mi kell még? Vagyis mintha éppen azt látnánk, amiről a bevezetőben a kulturális relativizmussal kapcsolatban emlegetett lokalisták beszélnek. Van egy lokális tradíció, amely kialakul a sugárfizika kísérleti ágában. Azért mondom, hogy lokális tradíció, mert a kísérletek Észak-Franciaországra, és ennek lesz majd szerepe, és Észak-Franciaországra lokalizálódtak. Alapvetően először a Nanti Egyetemnek a természettudományi kara, innen terjedt át az orvostudományi karra, a Sorbonnra, a pszichológiai társaságra és a Párizsi Akadémiára. A rövidség kedvéért a továbbiakban
azt fogom mondani, hogy ez volt az NF közösség, tehát az észak-francia lokális közösség, és azok a szerzők, akik szemben álltak ezzel a kialakuló kutatási irányjal szkeptikus módon, azok alapvetően németek és angolszászok voltak, angolok és amerikaiak voltak, ezért őket fogom GA közösségnek rövidíteni, hogy ne kelljen mindig végigmondanom. Na most, hogyha hűek maradunk az eredeti kiinduló ponthoz, amit a szociológusoktól, a Blortól és a lokalistáktól idéztem, akkor azt mondhatnánk, hogy itt van két kultúra, amelyek, hogy ha a laikus kultúrákhoz azonos módon viselkednének, akkor elkezdődne a kettő kultúra között valamiféle közvetítés. Találkoznak bizonyos pontokon ezek a konferenciák mondjuk, és elkezdenek kereskedni egymással. Ez szokott történni a laikus kultúrák esetében. Eszméket, fogalmakat, kísérleti eredményeket, módszereket cserélgetnek, meggyőzik egymást, valami közös kreol vagy pidzsin nyelvet kezdenek el kialakítani, és valamiféle együttműködés alakul ki köztük. Azt ígértem azonban, hogy a leíró megközelítéshez tartom magam mindvégig, így tehát kénytelen vagyok elmondani azt, hogy szó nem volt ilyesmiről. Semmiféle kapcsolat nem keletkezett köztük. Miután több német és angolszász fizikus sikertelenül próbálta megismételni Blondlo és munkatársainak a kísérleteit, elkezdtek magyarázatokat keresni arra, hogy vajon nekik miért nem sikerül ez. Természetesen a háttérben az volt, hogy azért, mert nem létezik az M-sugár. Két típusát különböztetném meg elsőre ezeknek a kísérleteknek. Egyfelől az első csoportba azokat a kritikusokat soroltam, akik azt mondták, hogy egy olyan tulajdonságokkal rendelkező sugárzás, olyan hullámhosszal alapvetően ez volt a problémájuk, mint amit az NF csoport leír, az elvi okokból nem létezhet. Nem szükséges a finom részletekbe belemenni, de ahhoz, hogy az ellenvetéseknek a lényegét értsük, ahhoz nézzük meg, hogy hogy is nézett ki maga a kísérleti berendezés. Ez egy standard kísérleti berendezés, ugye van egy sugárforrásunk, van egy partszentsénk, van egy ólomból készült árnyékolónk, és van két elektródánk, ami egy ilyen szikrakapuként működik. Az állítás az, hogy amikor a sugárforrásból az N-sugár, a sugárforrás az egy katodsugárcső volt, vagy itt éppen egy Auerlámpa, amikor a sugárforrásból egy vékony 0,1 mm vastagságú résen keresztül kibocsátjuk a sugarat, az átmegy a lencsén, és eléri a szikrát, akkor a szikra fényesebb lesz. Ez az, amin múlik a dolog. Ki az, aki látja, hogy fényesebb lesz a szikra, vagy ki az, aki nem látja. Volt természetesen más változata is a kísérleti berendezésnek, egy ilyen spektroszkóp jellegű kísérleti berendezést is használtak, ahol ugye a lencsét egy prizma helyettesítette, és akkor szétterítették egy ernyőn a sugárzást, és akkor azt úgy mutatták, hogy volt egy ilyen fluoreszkáló vékony kis szál, amit 10 milliméterenként lehetett mozgatni, és amikor az felfény lett, akkor ráesett éppen a sugárnak az adott hullámhosszú sávja, amikor nem, akkor meg nem. És így ment a kísérlet. Ennek lesz még a későbbiekben jelentősége. Na, ez volt tehát az alapvető kísérleti berendezésünk, és hát ezzel kapcsolatban az első csoportba tartozó a priori ellenérvek. Azért mondom, hogy a priori ellenérvek, mert egyszerűen a fizikai elmélettel való összeegyeztethetetlenséggel érveltek, anélkül, hogy ők maguk valami kísérletet végeztek volna. Azt mondták, hogy hát egy ilyen szélességű ablakon kijövő sugárral nem történhet meg az, hogy ilyen hosszú, hullámhosszú lesz, mert ez ellentmondana a Maxwell elméletnek. Volt, aki azt mondta, hogy egy ilyen hullámhosszú sugárzás nem hatolhatna át a kvarc lencsén. Megint más azt mondta, hogy elnyelni ezt a levegő, ezt egy ilyen sugárzást, illetve a kvarc lencse, amit Blondlo kimutatott, az csak úgy lehetne kimutatni,
hogyha egy vákumba helyeznék a spektrográfot, és akkor ott végeznék el, tehát kizárnak belőle a levegőt. Megint más volt, aki azt mondta, hogy nem lehet elválasztani egymástól a prizma által kiterített sugárnyalábokat ilyen pontossággal. Nézzük közben, az fontos, hogy nem akármilyen folyóiratokban jelennek meg ezek. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy helyi barkácsműhelyben vitatkoznak emberek. Itt a Nature-től kezdve... Németek is, ugye a Schumann is német volt, a Rubens is német volt, igen. Igen. És hát az egyik fő ellenfél, a később fogok oda érkezni, a Lummer, az szintén német volt. Jó, még volt ennyi? Igen. Ezekkel az érvekkel kapcsolatban három problémát látok. Az első probléma az nem nagyon jelentős, az, hogy maguk az ellenvetések, mintha egymással sem lennének mindig teljesen kompatibilisek. Tehát van, aki azt mondja, hogy egyáltalán semmi nem lehet, mert elnyelni a levegő, stb. Tehát egymással sem van. De erre mondjuk azt lehet mondani, hogy a kritikának a kezdeti időszakában vagyunk, később ezt standardizálódni fog. Nagyobb probléma ezzel kapcsolatban szerintem a második, az, hogy ezek az érvek a priori jellegűek. Tapasztalat előtti érvek azt mondják, hogy az elektromágneses sugárzással kapcsolatos korabeli elméleteink kizárják azt, hogy ilyen eredmények szülessenek. Na most lehet, hogy ez így van. Így módon azonban nem lehet érvelni egy olyan, világos, hogy miért nem, ugye ahol 40-en megismételték, és 120-300 publikáció született, azt nem lehet egy ilyen a priori érvekkel előállni se. Nem is egészen érti az ember, hogy gondolták. És végül a harmadik, szerintem ez az igazán komoly problémát okozó ellenérvelők kapcsolatban az, hogy a korabeli sugárfizika egy meglehetősen fiatal terület volt még. Tehát egy ilyen területen azt mondani, hogy az új kísérleti eredményeket nem lehet komolyan venni, mert az elfogadott háttérelméleteinknek ellentmondanak, ez egy rendkívül veszélyes érv. Tudnék, azért rendkívül veszélyes ér, mert felkínálja azt a lehetőséget az új eredményekkel érkező kutatók számára, hogy azt mondják, hogy annál jelentősebb az én felfedezésem. Hiszen lám, a már elfogadott elméletet felborítja. Ha a már elfogadott elméletekkel összhangban levő újabb eredményeket hozok, hát persze szép-szép, jó, de nem olyan jelentős. Ugye ez a Popperi kritérium annak, hogy mikor jelentős igazából egy felfedezés. No, hát ezt az érvet használta a Blondlow Wooddal szemben. Ugye amikor Wood ezen a bizonyos döntő kísérleten, ott nem látszik? Nálam látszik. Aha, ja. Tehát ezen a döntő kísérleten a Wood felhozta ezt az érvet, amit mások is felhoznak, már ott éppen spektroszkóp volt a Blondlownak a laboratóriumában, és azt mondta, hogy nem lehet ilyen finom megkülönböztetéseket csinálni a prizmán átvezetett sugárnyalábbal. Ez volt a Woodnak a... A Wood volt az amerikai, aki a döntő kísérletet cáfolta, Robert Wood. Egyébként egy híres figura volt. Blondlow pedig nem késlekedett erre azt válaszolni, hogy oké, de hát pont ez az, ami a meglepő és megmagyarázhatatlan. Tessék szíves lenni, értékelni az én felfedezésemet. Nem ellene szól a Woodnak az érve, hanem kifejezetten amellett szól, hogy hát ez egy fontos felfedezés. Én azt gondolom, hogy ezeknek az első csoportba tartozó válaszoknak a sikertelensége motiválhatta vagy segíthette azokat az ellenérveket, amelyek a második csoportot képezik az én csoportosításommal. Ezek a kísérletek elvégzésével kapcsolatos módszertani kifogásokat jelentik. Számos ilyen a módszerekre fókuszáló kritika jelent meg. Ezek közül az első meglehetősen radikális kritikát Otto Lummer fogalmazta meg. Azt mondta, hogy nem voltak rendben a kísérletek, igen, mert ott nem ugyanaz látszik, mert hogy valójában a kísérleti személynek a szemén múlott minden. Ugye itt egy nagyon erősen lesötétített laboratóriumban zajlanak a kísérletek, az emberi szem pálcikákból és csapokból áll, az egyik az inkább a színekre, a másik az inkább a fényekre
érzékeny, és hogy Lummert itt egyszerűen a személynek egy fiziológiai, a személynek a fiziológiai folyamatai által keltett optikai illúzió vezette félre. Tehát a Lummer megoldása az volt, hogy itt igazából egy illúzióról van szó. Annyira beleszeretett ebbe az elképzelésbe, hogy több írásában újra és újra előhozta, odáig menőleg, hogy végül a Nature-ben megjelent publikációjában nagyon explicit módon azt állította, hogy az egész N-sugár kísérlet úgy, ahogy van, megismételhető, anélkül, hogy bármiféle sugárforrást alkalmaznánk. Egyszerűen a laboratórium megvilágítása és a szemnek a csapjai és fácikái közötti érzékenységi különbség segítségével ez előállítható. Ez volt tehát az egyik igen erőteljes módszertani kritika, hogy nem számolt a kísérletező fiziológiai tulajdonságaival. A baj az, hogy mások másfajta kritikát gyakoroltak. Swinton a Nature-ben egy olyan kritikát jelentett meg, amelyben azt mondta, hogy de, van külső ok, csak ez a külső ok, ez nem az N-sugár lenne, hanem a fényváltozások annak a következményei, hogy nem küszöböltek ki részben a sugárforrás, részben a kísérletező személy testéből származó hőt. És ez a hő az, ami a fényváltozásokat okozza az ernyőn. És volt végül egy harmadik, akit szeretnék most szóba hozni, aki azt mondta, hogy hát akkor végezzünk erre egy ellenőrző kísérletet, és egy forró vízzel töltött ballont közelített és távolította az ernyőtől, ahol a fénynek le kell megjelni, és ő azt állítja, hogy semmiféle változást nem idézett ez elő, tehát ki lehet zárni azt, hogy a hő okozta volna a fényváltozásokat az ernyőn. A dolog csattanója az, mint a cikknek a címében látszik is, hogy közben azonban ő az ernyőt a laboratórium előtt levő mimózák közé helyezte, és megállapította, hogy a növények és az emberi test az igenis bocsát ki N-sugarat. Ami ugye hát azért érdekes, mert volt, mint láttuk az NF community közösséggel kapcsolatban, hogy volt ez a fiziológiai szárnya a dolognak, amelyik azt mondta, hogy az emberi test az, ami nagyon sok N-sugarat termel. És itt a kritikusok között felbukkant valaki, aki ezt minthogyha elismerte volna. Jó, azt látjuk tehát, hogy különböző módszertani kifogásokkal állnak elő, nincs igazán jól izolálva az, hogy mi az a hatás, amit melyik ok választ ki, nincs igazán jól elkülönítve egymástól a jel és a zaj, következésképpen a kísérleteket nem lehet igazán komolyan venni. Azt látjuk, hogy a pillanatnyi állása az N-sugárról folytatott vitának az, hogy van egy csoportunk, amelyik azt mondja, hogy létezik N-sugár, és van egy csoport, amelyik azt akarja mondani, hogy nem létezik N-sugár, de egyik se tudja kimutatni igazán meggyőzően, hogy a másik kénytelen legyen elfogadni. Az egyik azt mondja, hogy azért nem lehet ezt kimutatni, mert nem elég jók a berendezéseink hozzá, a másik azt mondja, hogy azért nem lehet ezt kimutatni, mert nincs is N-sugár. Ez az a klasszikus helyzet, amit a kísérleti tudományokkal foglalkozó filozófusok kísérleti regresszusnak szoktak nevezni. Nem tudjuk megmondani, hogy miért nem tudjuk megmutatni, ugye a gravitációs hullámok voltak az utóbbi időkig jó példái, ezeknek a létezése következik Einsteinből, sose tudtuk kimutatni, azért nem tudtuk kimutatni, mert nincsenek gravitációs hullámok, vagy azért nem tudtuk kimutatni, mert nem elég jók a berendezések, és hát ez most az utóbbi időben megváltozott. Jó, itt azonban minthogyha egy ilyen kísérleti regresszussal találkoznánk, és azt gondolom én, hogy ennek a kísérleti regresszusnak a felismerése indította el a kritika harmadik hullámát. A kritika, ja igen, ez volt a kísérleti regresszus, ezt kihagytam közbe. A kísérleti kritika harmadik hulláma arra próbálta felhívni a figyelmet,
hogy Blondló és munkatársai azért láthatják az ensugarat, ami hát ugye láttuk, hogy csak egy pici fényintenzitás növekedés, mert ők valamiféle különleges észlelési képességre hivatkoznak. A GA csoport tagjai először kicsit visszafogottabban, kicsit csak olyan utalás jelleggel kezdtek el beszélni kivételes észlelési képességről, de nem akárhol, továbbra is a Nature-ben és hasonló folyóiratokban zajlott a vita. Aztán egyre tovább és tovább ment, egyre többen és egyre explicitebben hivatkoztak arra, hogy hát a legtöbb ember vak ezekre, mások meg nem vakok, hát hogy lehet ez? Míg végül aztán Burke megtalálta a megfelelő kifejezést. Tudnélik, azt mondta, hogy itt valamilyen misztikus jelenségről van szó. Valami misztikus, ami nem mindenki számára hozzáférhető. Igen, tetszett John Burke-nek ez a kifejezés, több alkalommal elő is állt vele. Az utolsó alkalommal már arról is beszélt, ez Angliában volt a tudomány haladásáért létrehozott egyesületnek a nemzetközi konferenciáján, arról is beszélt, hogy ő egyfajta empirikus vizsgálódást végzett, számos személyt megkérdezett, hogy vajon ők látják, vagy nem látják, és senki nem látta. Na ez az a háttér, vagy ez az az előkészítés, amely háttér előtt sor került a Blondlónak a meglátogatására. Ezen a bizonyos nemzetközi konferencián fogták közre a Woodot többen, németek és angolok, mondván neki, hogy te amerikai vagy, nincsen semmi politikai, történelmi terhe a te viszonyodnak a franciákkal, te bármit megtehetsz, mondták neki, menj át és nézd meg, hogy mi van ott. Ezután ment át Wood elvégezni a döntő kísérletet. Bejelentkezett Woodhoz, és a következő, magát a döntőnek nevezett kísérletet szeretném csak elmesélni, több kísérletet végeztek a laboratóriumba. A spektroszkópnál a Blondló előre ült az ernyőhöz közel, és ő kezelte ezt a bizonyos 1/10 mm-t mozgató, ezen a mutatón, ami a szétterített hullámokat vagy jelzi, vagy nem jelzi, hogyha felvillan. És mögötte ült a Wood. Ő kezelte az árnyékolót. Az volt a játszma, hogy a Blondlónak kellett mondania, hogy mikor melyik állásnál látja felvillanni, és mikor nem látja felvillanni. Ahogy ezt a játékot ott játszották, ugye nem tudhatta, hogy a Wood mikor árnyékolja, mikor nem árnyékolja, mikor van sugár, mikor nincs sugár, a Wood egyszer csak egy óvatlan pillanatban a sötét laboratóriumba kiemelte a prizmát a készülékből. És ment tovább a kísérlet. Blondló semmit nem vett észre, mondta tovább is a számokat, hogy mikor, melyik állásnál ő mikor látja a felvillanást, mikor nem látja a felvillanást. A sugárzást azt mondta, a különböző hullámhosszokra, és ez szét volt terítve ugye akkor a képernyőn, és ahogy ment ez a visszatükröző mutató, hát ez szerint lehetett látni, vagy nem lehetett. Ugye volt ott egy fizikai jel, vagy nem volt ott egy fizikai jel. Hát ez lett volna a döntő kísérlet, ami hát végképp porrá zúzta, valóban végképp porrá zúzta Blondlót. Legalábbis Wood így vállalta az eseményeket, és első látásra hát ez valóban egy döntő kísérletnek látszik. Ha azonban nem Wood szemszögéből, hanem egy bizonyos távolságból nézzük, jelesül egy bizonyos időbeli távolságból visszatekintve, akkor nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ugye az eredeti problémánk az volt, hogy Blondló azt állította, hogy ő kísérletileg ki tudja mutatni az ensugár hatását, kritikusai azt felelték, hogy hiába ismétlik meg a kísérleteket, ők nem látnak semmit se. Ők ebből arra következtek, hogy nincs ilyen. Blondló meg arra, hogy nem elég érzékeny a szemük. Nem lehetett eldönteni, hogy azért nem látják az ensugár hatását, mert az nem létezik, vagy azért, mert az ő szemük nem elég jó. Na ezt a regresszust próbálta megtörni a GA közösség annak sejtetésével, hogy Blondló valami misztikus észlelőképességet használ. Ez azt jelentette,
hogy a Blondlow által használt műszer különbözik a GA közösség által használt műszertől, jelesül az ő spektroszkópja az két részből áll. A hagyományos fizikai spektroszkópból és a hozzá csatlakozó szemből, amely szem Blondlow esetében különleges lenne. Ezzel szemben ugye a GA közösség egy standard fizikai instrumentumot használt és semmi mást. Wood akciója annak a megmutatására irányult, hogy ténylegesen Blondlow sem használ más műszert, jelesül, hogy nincs semmilyen különleges észlelő képessége. Ezt azonban ugye nem tudta úgy elérni, hogy valami szemorvosi vizsgálattal vizsgálta meg, hanem egy indirekt módszer választott. Azzal, hogy kivette a prizmát, ezzel kivette a fizikai jeleket a képernyőről, következésképpen bármilyen nagyszerű szeme volt is Blondlownak, nem láthatott semmit sem. Ugye ez volt az ő indirekt érve, hogy Blondlow nem a szemét és annak különleges képességét használja, hanem egy másik mentális képességét, jelesül a képzeletét. Ebből származik ez a delusion argumentum, amit használnak vele kapcsolatban, hogy a saját képzelete volt az, ami megtévesztette a Blondlowt. A kísérletnek ez az értelmezése meggyőző azok számára, akik eleve azzal a kialakított meggyőződéssel olvassák, hogy itt valami rejtélyes képesség működik. Egy kívülálló számára azonban nem ilyen kényszerítő erejű ez a bizonyítás. Egy kívülálló azt látja, Wood azt állítja, hogy a sötétben kivette a prizmát, tehát Blondlow nem láthatott semmit. Blondlow meg azt állítja, hogy ő továbbra is látta a jeleket, tehát a prizmának a helyén kellett lennie. Vagyis ahelyett, hogy itt egy a szó igazi értelmében döntő kísérletet látnánk, ami ugye Bacontől kezdődően egy nyilvános bizonyítást jelent, ehelyett azt látjuk, hogy két egyszemélyes tanúság áll szemben egymással. Az egyik ezt mondja, a másik az ellenkezőjét mondja, és mi, akik nem voltunk ott a laboratóriumban, nem tudjuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Két egyaránt ellenőrizhetetlen állítás, vagyis hogy a kísérleti regresszus a kívülállók számára továbbra is megmarad. A minimum, aminek egy ilyen helyzetben következnie kellett volna, az egy szisztematikus kísérlet sorozat. De nem ez következett. Wood sikeresen betört a kísérleti regresszusba, és eldöntötte a kérdést. Azért nem látjuk az M-sugarat, mert nem létezik. A kísérleti regresszusba való betörés a GA közösség hathatós támogatásával, és nem empirikus evidenciák vagy teoretikus argumentumok által történt. A tudásszociológusok által emlegetett elfogadásnak lesz itt most egy klasszikus esete. Wood egy retorikai offenzívát indított, mely csak is azért működhetett, mert mögötte állt a GA közösség, aki valóságos érveként és bizonyítékokként fogadta el Wood sokszor meglehetősen üres szólamait. Igen, igen. Az nem mondta meg a Blondlownak, hogy kivette a prizmát, de utólag elment és publikálta. Igen, 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 igen. Még ravaszabb volt a történet. A Wood nem árult el, hogy ő tud franciául, németül beszélt a Blondlowval folyamatosan, hogy kihallgathassa, hogy az asszisztens és a Blondlow közötti beszélgetés hogy van. Két változatban van meg ez a szöveg, az egyik a Nature-ben megjelent, ami falszifikálta az egész ügyet, és a másik az élete végén az életéről szóló könyvbe újra elmesélte, és ott például benne van az, hogy franciául a Blondlow azt mondta az asszisztensének, hogy nagyon fáradt a szeme. Ami ugye egy ilyen kísérletnél, ahol egy egészen pici fény erősödés, fényintenzitás ellen erősödés sem múlik minden, elég sokat mondó. De ez kimaradt Azután, hogy ez megjelent? Ők még próbáltak vitatkozni, elmondom a sztorinak a végét. A Blondlow még próbálkozott egy kicsit, de nem nagyon sokat, mert semmi támogatása nem volt már, egyedül maradt.
Tehát az NF közösség azonnal elspriccelt mögüle. Mindenki úgy csinált, mintha soha ott se lett volna. A blond ló az egyetlen, aki maradt. Oké. Nézzük tehát, hogy mi is történt ténylegesen. Wood össze-vissza 3 órát töltött Bondo laboratóriumába, és még aznap este elutazott, másnap pedig küldött egy beszámolót a Nature-nek, és ez a beszámoló tartalmazza a perdöntő bizonyítékokat a döntőkísérletről. Nos, ha az ember megnézi ezt a beszámolót, akkor egyfelől talál bizonyítatlan föltevéseket, amelyek nyelvtanilag feltételes mondatokban jelennek meg. Ilyeneket látunk. Ja nem, ez még a vége volt, bocsánat, ezt elfelejtettem az elő megmutatni. Tehát, hogy amikor elkezdték sejtetni azt, hogy itt egy ilyen misztikus képesség van, akkor mindenki csak utalgatott, és végül ez a Törpen nevű úr ezt kimondta, hogy hát, hogyha csak bizonyos személyek képesek megfigyelni, ez nem is lehet része a tudománynak. Ez még az előkészítéshez tartozott. Igen. Tehát, hogy ilyen megfogalmazások vannak a Wood által közölt Nature cikkbe. Úgy tűnik nekem, hogy hát eléggé lehetséges, hogy. Egész bizonyosnak érzem magam, hogy ha egy csomó vagy egy sorozat kísérlet lenne, akkor meg lehetne találni ezt. A Nature-ben jelent meg ez a cikk, és hát ez a stílus a száraz tények helyett. Ugye nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú érveléshez kell egy közönség, amely ezeket érvnek tekinti. De nem áll meg itt a dolog. Wood, miután már ez a misztikus képesség és képzelődés sztori egy ideje ment, fotókkal állt elő a beszélgetésük egy bizonyos pontján. A fotók így néznek ki. A bal oldalon levő kisebb foltok, azok azt jelzik, hogy a szikra, mindjárt fogok mutatni majd egy táblát, vagy egy ábrát, és akkor látni fog. A szikra anélkül hatott egy fotólemezre, hogy a szikrának a fényintenzitását megnövelte volna az N-sugár. A másik oldalon azok a képek látszanak jobb oldalon, ahol az N-sugárral növelt fényintenzitású szikra van. Oké? Elég világosnak látszó különbség van. Ezeket a fotókat prezentálta, mire Wood válasza. A fotók nekem úgy tűnik, olyan körülmények között készültek, amik hát lehetővé tesznek bizonyos hibaforrásokat. Tehát a Blondlónak egy publikációval válaszolta Woodnak erre? Nem, ez a döntő kísérletben vagyunk ott benne a laboratóriumban, egyszer előhúz a Blondló, többféle kísérletet végeznek, előhúzza ezeket a fotókat, később publikálta is azt. Előhúzza ezeket a fotókat, és azt mondja a Woodnak, hogy tessék megnézni. Lehet, hogy az én szemem csal, lehet, hogy én képzelődök, de tán a fotók csak nem. Ez volt az érv. A Blondló részéről. A Wood válasza az, hogy úgy tűnik nekem, hogy ezek a fotók olyan körülmények között készültek, amelyek bizonyos tévedéseket megengednek. Na most hát ez ugye egy vicc lenne, ha nem... Nem akkor csinálta a fotókat, én neki voltak ilyen fotói. Ezeket a fotókat a Blondló csinálta. Akkor nem tudom, hogy már publikált voltak, vagy később publikálódott, de mindegy, a Blondlónak ott volt a laboratóriumában, és egy ponton előhúzta, hogy ez is bizonyítja, hogy van az N-sugár, és a Wood pedig leírja, és azt mondja, hogy mutatott nekem fotókat, tehát ezt nem akarja letagadni, mutatott nekem fotókat, de nekem úgy tűnik, hogy hát ezek olyan körülmények között. Na most ezek a körülmények, amikre utalt, ezek a következőképpen értendők, ez volt a berendezés. Ezt a bizonyos szikrakaput betették egy dobozba, alul volt egy fényérzékeny lemez, fölül volt a sugárforrás, és a doboznak két pozíciója volt. Volt egy árnyékolt pozíciója, ahol nem erősítette a fényt a sugárzás, és egy másik, ahol erősítette. Ahol erősítette, ott keletkeztek a nagyobb fekete foltok a fotólemezen, ahol nem erősítette, ott a kisebbek. Oké? Az volt a... Hát ezt a könyvből olvasom, de valószínűleg ez a fizikusok között akkor ment ez a rumor, hogy az asszisztens, aki mozgatta ezt a bizonyos dobozt a szikra kapuval, az szándékolatlanul, maga számára is észrevétlenül, nem tudatosan
szerette volna a főnökének a hipotézisét megerősíteni, és így könnyen lehet, hogy a nem árnyékolt területen akaratlanul tized század másodperccel hosszabb ideig hagyta ott a szikrát. Ennek következtében keletkezett a nagyobb folt a lemezen. Oké? Tehát, hogy továbbra sincsen, nem elég gondosan van végezve a kísérlet, továbbra sincsen szó arról, hogy a fotók bizonyítanak. Sajnos a Nature cikkben ezt nem írja le a Wood. Ha jó indulatú vagyok, akkor azt feltételezem, és valószínűleg valamiért kell feltételezni, hogy talán ez a fizikusok körébe akkor egy ilyen elfogadott elképzelés lehetett ezzel kapcsolatban. Minden esetre sajnos már mint Blondó szempontjából később, miután már minden lezajlott, és már mindenki elkönyvelt, hogy ilyen sugár nem létezik, készített egy automata berendezést, ami automatikusan mozgatta ide-oda, és ott is kijött. Sőt, olyan kísérleteket, olyan kísérleteket is csinált, ahol az állítólag N-sugárzást tartalmazó téglák, amiket napközben a napon hagyott, és itt N-sugárral teltek volna föl, azokat hosszabb ideig hagyta a az árnyékolt rész fölött, mint a nem árnyékolt rész fölött, és még így is a nem árnyékolt részen keletkeztek a fotolemezen a sötétebb foltok. De ezzel már akkor senki nem törődött, ezek már utánlövések voltak, ekkorra már az N-sugár sztorinak vége volt. Azt hiszem, hogy igen. És hát ezek, amiket ő publikált, ezek többnyire a Francia Tudományos Akadémia közleményeinek a sorozatába jöttek. Kicsit bizonytalan vagyok most ebbe, hogy ezek még... hogy ezek a könyvéből származnak-e ezek az információim, vagy pedig, hogy ez folyóiratcikk, ezt most nem tudom megmondani. Igen. Persze. Igen. 906-ba azt hiszem. Igen. Jó, tehát egyfelől voltak a retorikai érveink, másfelől volt a bizonyítékoknak az ilyen fotóbizonyítékoknak a mellőzése, és végül ezt a retorikai manipulációt, bizonyítékok mellőzését megmagyarázhatatlan vad túlzásokkal tetézte. Az történt ugyanis, hogy számos olyan tesztet végeztek, mint amit elmeséltem, hogy elölült a Blondlow, hátul a Wood, ő kezelte az árnyékolót, és a Blondlónak kellett megmondani, hogy mikor látja, mikor nem látja, anélkül, hogy tudná, hogy most van-e sugár, vagy nincsen sugár. Ebből keletkezett ugye egy számos adat, egy statisztika. Ezekkel kapcsolatban a Nature-ben képes volt a Wood azt publikálni, hogy egyetlen egy esetben sem kaptunk korrekt választ. Blondlow szinte 100%-ban hibás válaszokat adott. Se a kísérletvezető, se az asszisztens nem volt egyetlen egy esetben sem képes meghatározni pontosan a pozíciót. Tehát ugye ez itt a szétejtett sugárnak a pozíciója volt. Na most ugye itt azt látjuk, hogy ha Blondlow tényleg semmit nem látott, és teljesen vaktába, hol azt mondta, hogy most látom, most nem látom, most látom, hát akkor is van ugye van egy eloszlása a véletlenszerűnek, van egy statisztikai eloszlása, egy valószínűségi eloszlása, ami nem 100%. Ha ilyen 100%-os eredményeket kapott a Wood, akkor nyilvánvalóan utána kellett volna menni annak, hogy mi okozza ezt a 100%-os eltérést. Nem egy esetben, hanem több esetben. Senki nem ment utána. Ez volt tehát a Wood által végrehajtott döntőkísérletnek a Nature-ben adott leírása, ami romba döntötte az egész elméletet. Ugyanez, és hát ugye azt szeretném mondani, hogy ezek csak akkor működő érvek, hogyha van mögötte egy tudományos közösség, amelyik ezt olvassa és érvként elfogadja, és nem azt mondja, hogy barátom, hát ez komolytalan. Ugyanez a cinkos együttműködés jellemezte a záró epizódot is, nevezetesen a Wood cikkének a publikálását. Mint mondtam, a Wood a kísérlet másnapján küldött egy beszámolót a Nature-nek. 22-én történt a kísérlet, 23-án elküldte a beszámolóját a döntő kísérletről, és az 29-én megjelent a Nature-ben.
Nem volt peer review, nem kérdezték, hol vannak a megismételt kísérletek, nem kérdezték, hol vannak a részletek. A tudomány kapuőri feladatait ellátó, a híres Mertoni szervezet szkepticizmust megvalósító folyóirat szerkesztősége egyszerűen félredobta ezeket a tudomány minőségi ellenőrzését, minőségbiztosítását végző fontos előírásokat. Sőt, nem egyszerűen csak a Nature félredobta, hanem az történt, hogy szeptemberben megjelent a Nature-ben, szeptember 29-én, októberben megjelent franciául, decemberben megjelent németül, és a dolog folytatódik a Scientific American-ben, stb. Ugyanazt a cikket, minthogyha egy világra szóló jelentőségű tudományos cáfolatról lenne szó. Mindenkinek, aki a tudományos közösségnek része, a legtekintélyesebb forrásból nyomatékosan tudomást kell szereznie arról, hogy az elsugár nem létezik. Ugyanaz a cikk jelen, mert csak lefordítottam. Ez volt az a társadalmi nyomás, vagy társadalmi támogatás, ami egy csapásra tudományos tényé tette az ensugár falszifikálásának, amúgy, mint láttuk, kísérletileg nem nagyon jó, nem nagyon erős lábakon álló eredményeit. Említettem korábban, hogy az egész döntő kísérlet úgy volt előkészítve, hogy Blondlónak azt az állítást imputálták, hogy ő valamiféle misztikus képességgel rendelkezik, és azért képes látni. Valójában egyáltalán nem erről volt szó. Blondló ugyanis elég explicit módon leírta, hogy valójában mire gondolt. Tekintve, hogy a stimulusok az észlelési küszöb közelében vannak, az észlelésük először is a sötétséghez való hosszas akklimatizálódást, másrészt pedig hosszas gyakorlást igényel. Az a felismerés, hogy gyenge, kusza, zajos benyomások észlelése gyakorlást igényel, egyáltalán nem volt ismeretlen a korszak észleléspszichológiája számára. Blondlow idézi is Helmholtzot, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, és leszögezi Helmholtzra hivatkozva, hogy bizonyos észleletek sok gyakorlást igényelnek, hosszas tréning nélkül nem észlelhetők, ami azt hozza magával, hogy vannak olyan tapasztalatok, melyek nem mindenki számára hozzáférhetők. Ugye láthatólag Blondlónál szó sincsen semmiféle természet fölötti képességről, valami misztikus adottságról. A GA közösség azonban ezeket az explicit megnyilatkozásokat is ignorálta, sőt... Nem, ezek közben voltak, előtte voltak, a döntőkísérlet előtt voltak. Ezt a GA közösség ignorálta ezt a tényt is, hogy miről beszél itt valójában Blondlow, sőt kifejezetten eltorzította, amikor arról beszélt, hogy egy gyakorlás által szinte mindenki, vagy majdnem mindenki számára megszerezhető képességről van szó, és nem pedig valami raritásról, mint az egyik kritikus mondta ott. Azt gondolom, hogy itt nem egyszerű rossz indulat motiválja ezt a torzítást. Az az elgondolás, hogy a kísérletet végző személynek aktívan részt kell venni a kísérleti eredmények előállításában, totálisan elfogadhatatlan volt a korabeli kísérleti fizikában. Olyannyira, hogy ennek a normának a megsértéséhez képest elhanyagolhatónak látszott az a különbség, hogy Blondlow nem egy veleszületett képességről, hanem egy tréninggel megszerzett készségről beszél. A norma, amiről szó van, a múlt századfordulón még evidensnek látszó mechanikus objektivitás normája volt. Eszerint a tudósnak ahhoz, hogy elkerülje a saját elfogultságaiból, elvárásaiból származó hatásokat, akarat nélküli gépként kell részt vennie a kísérletbe. Ugye a fényképek megjelenése a 19. század második felében a tudományos kutatásban egy rendkívüli hatást gyakorolt, ugye, hogy lehet látni
olyan jelenségeket is, amiket fáradtság, nem elég éles szem, hasonló miatt nem lehet dokumentálni, a fényképekkel nagy számban lehet dokumentálni. Ez a norma, az objektivitásnak ez a normája volt a mechanikus objektivitásnak a normája. A naturális érzékszervek és az általános humán racionalitás, tiszta józanész, ezek vezérelhetik a tudományos kutatást. Se begyakorolt készségek, se személyes tudás nem játszhat semmiféle szerepet. A GA közösség tagjai tehát úgy láthatták, hogy az NF közösség, amit hát itt most éppen a Blondó személyesített meg, az objektivitásnak ezt a fontos, fundamentális standardjét nem alkalmazza. Ezért keletkezik a delusion, ezért csapja be magát, mert nem alkalmazza az objektivitásnak ezt a gépszerű normáját, és így úrrá lesznek rajta az elfogultságai. Úgy tekinthettek tehát magukra, mint a tudományosság védelmezőjére, hiszen Blondlow eljárása a tudományosság standardjeivel volt összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, hogy az N-sugárral kapcsolatos vita igazi tétje nem egy kontingens tény volt, tudnék, hogy létezik-e N-sugár vagy nem, hanem az, hogy melyek a tudományos tudás előállításának és igazolásának érvényes standardjei, és erről ki dönt. Ez a tény magyarázza, hogy miért mozdultak meg olyan nagy erők, és miért viselkedett oly opresszíven a GA közösség. Az ő álláspontjuk az volt, hogy az objektivitás, a tudás kizárólag ismerett tárgy általi meghatározottságát jelenti. Ennek biztosítása érdekében a használt műszer csak is fizikai természetű lehet. Ezt hangsúlyozza Lummer ebben a cikkében. Blondlow és az NF közösség ezzel szemben azt a nézetet képviselte, hogy a kísérletező megfelelő készségei nélkül a fizikai műszer nem ad objektív képet, mert nem teszi hozzáférhetővé a gyenge, elmosódott, túl kicsi, túl zajos, túl konfúz részleteket. A műszernek szükséges kiegészítője a kísérletező. Ez a két élesen ellentétes objektivitás koncepció volt szerintem a vita valódi tétje. A magukat az objektivitás mechanikus normáihoz tartozó GA csoport tagjai nem szerezték meg gyakorlással a szükséges skilleket, így nem rendelkezhettek azokkal az empirikus adatokkal, amelyek az NF közösség kísérleti állításainak empirikus cáfolásához szükségesek lettek volna. Nem voltak abban a helyzetben, hogy azt mondhassák, hogy nincsenek itt ezek az empirikus adatok, mert nem voltak eléggé kiképezve arra, hogy megkülönböztessék ezeket a jeleket. Ezért használták az erős társadalmi nyomást a nem létezik N-sugár tény megerősítésére. Igen? Hát, ugye láttuk, hogy mi történt a fényképpel. Késő volt. Ugye, amikor a dolog eldőlt, nincs vége még a sztorinak, még egy fordulat lesz majd benne. Amikor a dolog eldőlt, akkor ő előállt ezzel a képpel, de hát ezt is félre lehetett tenni. Még van egy fordulat. Oké, az N-sugár esetnek a mérlege. A GA és NF csoport az objektivitás más standardjét használta, ezért más volt a kísérleti módszertanuk, más volt az elgondolásuk a kísérleti műszerről, ezért a természet ugyanazon jól meghatározott aspektusáról inkompatibilis, de egyaránt igazolt nézeteik voltak. Csak egyszerűen más standardekkel igazolták őket. Ez volt az ismeretelméleti tartalma annak az előadásom elején tett állításnak, miszerint az NF és GA csoportok úgy viszonyulnak egymáshoz, mint két kultúra. Azért nem képesek empirikus és teoretikus érvekkel eldönteni a vitájukat,
Azért keletkezik-e vitában kísérleti regresszus, mert összeegyeztethetetlen episztemikus sztenderdeket használnak, tekintenek elfogadandónak. Első pillantásra pontosan az a helyzet, amiről a tudomány kulturális relativista felfogása mellett érvelő lokalisták beszélnek. Különböző episztemikus sztenderdeket alkalmazó csoportok, melyek nézetei között nem lehet racionális módon választani. Vessük azonban össze ezzel, hogyan járt el ténylegesen a kísérleti fizikusok közössége. Azt láttuk, hogy a GA közösség az elfogadás, elutasítás eszközrendszerével diszkreditálta az NF közösséget és annak objektivitás fogalmát. Sikerrel fogadtatták el, hogy az NF közösség kísérleti adatai, képzelődés, önbecsapás termékei, és ezzel rövid úton megszüntették a lokális különbséget. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy miért sikerült a sztenderdek különbözőségét rövid úton megszüntetni, azt válaszolnám, azért, mert a tudomány kultúrája egyáltalán nem úgy működik, mint a laikus kultúra. A modern értelemben vett tudomány 16-17. Századi létrejöttének egyik fontos mozgatója a lokalizáltság leküzdése volt. Egyre másra alakultak a természetfilozófia művelőit egyesítő akadémiák, tudományos társaságok. Nyilvános kísérleteket mutattak be. Egyre kiterjedtebbé vált a levelezés, az utazás, és megjelentek az első folyóiratok. Ugye itt éppen a legelső folyóirat, a Philosophical Transactions of the Royal Society, mai napig létező, 1665-ben jelent meg, mai napig létező folyóirat. Vagyis a természet kutatásával foglalkozók vonatkozásában a geográfiai hely jelentősége egyre csökkent. Jól mutatja ezt egy a 17. században többek által használt kifejezés, a láthatatlan kollégium megjelenése. A láthatatlan kollégium ugye abba különbözött a létező egyetemek kalidzsaitól, hogy itt nem volt egy fizikai épület, de egymással mégis tudományos kapcsolatban, személyes tudományos kapcsolatban, vagy levelezésben álló kutatók gyűltek össze egy csoportba. Az eredményeket közösen, a kísérleteket közösen nyilvánosan kezdték el végezni, az eredményeket közösen elemezték. Ugye Robert Boyle körül volt például egy ilyen, ő maga a levelezésében is láthatatlan kollégiumnak nevezett társaság, akik rendszeresen összejöttek és kísérleteket végeztek. A Gresham College-ba az kifejezetten erről szólt, és ugye 1662-ben megalakult a Royal Society, ahol ez egy folyamatos rendes program volt, hogy nyilvános kísérleteket mutattak be. Vagyis azt szeretném mondani, hogy szemben a laikus kultúrákkal a modern tudomány kialakulásának kezdetétől, a 16-17. Századtól kezdve megfigyelhetünk egy egységesülési folyamatot. És ez az egységesülési folyamat a mai napig tart. Az egyes kutatók vagy kutatócsoportok fizikai, földrajzi helye az utazás és a kommunikációs lehetőségek javulásával egyre inkább elveszíti jelentőségét. A tudomány egy hely nélküli helyen, egy absztrakt térben, egy absztrakt közegben képződik. Azonban nem is csupán egy puszta lehetőségről van itt szó. Azt gondolom arról is, hogy a tudományban a másokra való reflexió és együttműködés belső tartalmi okokból elkerülhetetlen. A szakértelmek diverzifikálódása, a kognitív munkamegosztás fokozódása, az egyre feldolgozhatatlanabb méretű adattömegek, a kis csoportok által nem működtethető nagyberendezések és az exponenciálisan növekedő kutatási költségek mind olyan tényezők, amelyek az egymástól földrajzilag távol eső laboratóriumok kutatásainak állandó koordinálását teszik elkerülhetetlenné. Ha egyszer egy disziplinában kialakul az együttműködő közösség, az mind az individuális tagok, mind a lokális közösségek vonatkozásában homogenizáló hatású. Aki publikálni akar, versenyezni,
kritikát gyakorolni, mások eredményeit felhasználni, vagy azt akarja, hogy az ő eredményeit felhasználják, annak a közös standardekhez kell igazodnia. Az episztemológiai standardek és módszertani normák különbözősége, lokális különbözősége kizárja azt a lokális közösséget a tudományból, amely nem igazodik ezekhez az univerzális normákhoz. Pont ez történt az NF közösséggel. Lokális normákhoz kezdtek igazodni, ugyan megismételték a kísérleteket, ugyan még sikerült publikálni, de végül mégis kiszorultak a tudományból. Nem az történt, hogy empirikusan egyértelműen falszifikálták az elképzelésüket, hanem kiszorultak a tudományból, nevetségessé váltak. Érthetetlennek találom, hogy a tudomány tényleges művelésének mikéntjére fokuszáló szociológusok és történészek hogyan hagyhatják figyelmen kívül a tudomány tényleges történeti fejlődésének azt a fokát, amelyen disziplináris közösségek jönnek létre. Úgy látom, az ilyen közösségek létrejöttét megelőző történeti korszakokból vett példáig irrelevánsak. És most itt szeretnék akkor mutatni néhány ilyen példát. Egy bizony, tehát ugye azt a tudományterületek, azt akarnám elkerülni, hogy azt mondjuk, hogy a tudomány mint olyan egységes, és akkor kellene egy olyan esernyő fogalmat adnunk, hogy a klasszika filológiától a részecske fizikáig mindenki ugyanazt műveli. De azt gondolom, hogy mondjuk például a kísérleti fizikusoknak a 20. századi elejé disziplináris közössége, az többé-kevésbé kezdte az azonos standardeket. Ennek lenne egy példája itt a zene. Ezek a példák, amikre a lokális, kulturális, relativista szerzők hivatkoznak, ezek egy bizonyos történeti korszakot megelőzően, a disziplináris közösségek létrejöttét előtt megelőző történeti korszakokra vonatkoznak. Ugye az Ensugár esete épp azért lenne érdekes, mert egy olyan típusú, a tudomány normatív felfogása helyett annak tényleges működésére alapozott érvet szolgáltat, amilyeneket a lokalisták is használnak, csak éppen az ellenkezőjét bizonyítja annak, mint amit a lokalisták akarnak bizonyítani. A viktoriánus Anglia tudományáról írva az egyik fő lokalista szerző Livingston azt írta, azt az állítást fogalmazta meg, hogy különböző lokális kultúrák különböző tudományos praxisokat, ezzel nyilván különböző standardeket hoztak létre. Én úgy olvasom az Ensugár esetet, hogy a 20. század elején a kísérleti fizika disziplinája elérkezett arra az integrációs szintre, amelynél ez a lokális fragmentáció már nem volt lehetséges. Wood delegálása Blondlow Nanty laboratóriumába. A GA közösségnek Wood döntő kísérletéhez adott támogatása és a vezető folyóiratok hasonló eljárása világossá tette, hogy ebben a disziplinában ekkor már nem tolerálták azt, hogy egy csoport Nantban és Párizsban más objektivitási normákat, kísérleti módszereket használjon, mint a GA csoport tagjai Breslauban, Baltimoreban, Bristolban, Bostonban vagy bárhol. A kísérleti fizika disziplinájának episztemológiai homogenitása olyan fontosnak számított, hogy a két lokális kultúra vonatkozásában szóba sem jöhetett semmiféle mediáció, lokális dialektus, kreol nyelv, pidzsin, kölcsönös megértés kialakítása. Ehelyett a GA közösség a maga eszközeivel teljesen egyértelművé tette, hogy mi számít elfogadott módszernek, megbízható instrumentumnak, konfirmáló erővel bíró empirikus adatnak, kompetens kísérleti módszernek, az objektivitás érvényes kritériumának a korabeli kísérleti fizikában. És persze azt is, hogy ki jogosult ezeket definiálni vagy megváltoztatni. A lokális közösség nem. A disziplináris homogenitás természetesen nem terjed ki a felfedezésekre. Szakértők és műszerek kritikus tömege egy helyen természetesen nagyobb esélyt jelent arra, hogy új gondolatok és innovációk keletkezzenek. A Higgs bozonnal kapcsolatos nézetek,
a CERN-ben fognak keletkezni, és nem máshol. Ez egy lokális, jól meghatározott hely a felfedezés szempontjából. A lokalisták azonban a maguk állítását nem korlátozzák a felfedezésekre. Kiterjesztik az igazolásra is. A hely számít a tudományos állítások igaznak tekintésé, hogy mely tudományos állításokat tekintjük igaznak, milyen tudományos elméleteket tekintünk megalapozottnak, és igazolnak írják. Két világos jele volt annak, most már mindjárt végére érek, bocsánat. Két világos jele volt annak, hogy a kísérleti fizikusok egy kultúrához tartozónak tekintették magukat. Az egyik, hogy a GIA közösség tagjai meghökkenéssel konstatálták, hogy Blondlow kísérleteinek megismétlése territoriális megosztottságot mutat. Újra és újra szóvá tették, és egyáltalán nem tekintették magától értetődőnek azt a tény, hogy lehet az, hogy a franciák képesek megismételni a kísérleteket, az angolok és a németek pedig nem. Világos, hogy ezt nem tekintették egy magától értetődőnek, mint ahogy mondjuk azt lehet magától értetődőnek tekinteni, hogy a világ egyik részében ilyen vallás van, a másik részében olyan vallás van. Azon fönnakadtak, hogy hogy lehet az, hogy az igazolás tekintetében van egy ilyen területi megoszlás. Sőt, nem egyszerűen csak fennakadtak, hanem mint az egyik szerző megfogalmazta, ezt kifejezetten egy anomáliának tekintették. Olyan anomáliának, amelyre nincsen adekvát magyarázatunk. Ez egy lehetetlen, elfogadhatatlan helyzet. A másik érvem amellett, hogy ők maguk is úgy tekintettek magukra, mint egy közösséghez tartozó, az az NF közösségnek a viselkedése volt. Se Blondlow, se egyetlen kollégája soha nem állította, hogy eredményei csak lokális normák alapján, lokális normák alkalmazása alapján igazolhatók lennének. Az N-sugár felfedezését mindig is a korabeli sugárfizika tudásanyagához való hozzájárulásként fogták fel, és arra törekedtek, hogy azt a lokálison túl a teljes disziplináris közösséggel fogadtassák el. Nemzetközi folyóiratokban publikáltak, nemzetközi konferenciákon adtak elő. Még világosabb jelzés, hogy Wood kísérletének publikálása után az NF közösség nem fejtett ki ellenállást. A korábban sikeres N-sugár kutatók új kísérleti területet választottak. Új kutatásokba fogtak, mintha mi sem történt volna. Sőt, volt köztük olyan is, ha még valaki emlékszik a kezdetén, említettem a Jean Becquerelt, aki kontrollkísérletekkel bizonyította. Jean Becquerel ekkor hirtelen felismerte, hogy az N-sugár hatásának tesztelésére használt tisztán szubjektív módszer tudománytalan. Ez a felismerés azután jött, hogy kiderült, hogy a tudományos közösség nem fogadja el. A gyors visszavonulás azt mutatja, hogy az NF közösség tagjainak fejében meg sem fordult, hogy ők a kísérleti fizikusok disziplináris közösségétől elkülönülő lokális kultúrát képviselnének. Mondhatná valaki, hogy a példám nem tipikus, hiszen a lokális közösség egyszerűen tévedett. N-sugár valóban nem létezik. Azt hiszem, ha csak ennyiről lenne szó, az is a lokalista relativizmussal szembeni érvelés lenne, hiszen nem marad fenn két összeegyeztethetetlen álláspont a tudományban. Láttuk azonban, hogy az N-sugár eset ennél jóval komplexebb volt. Ugye a vita tétje alapvetően az volt, hogy milyen objektivitási sztenderdeket kell használni a tudományban. Ebben a tekintetben épp fordított működést látunk. Míg az N-sugár esetében a GA közösségnek lett igaza, az objektivitás sztenderdjeivel nem ez történt. Maga a vita, mint láttuk, 1903 és 6 között zajlott, és ekkor még a mechanikus objektivitás normáját védte a kísérleti fizikusok közössége. Nem sokkal később, a 110-20-as éveitől kezdődően, rohamosan terjedni kezdtek azok a műszerek a tudományban, amelyek használata kifejezetten igényli a kiképzett, gyakorlott kísérletezők aktív közreműködését. A különféle sugárzások, hullámok,
atomi és szubatomi részecskék, elektromos és mágneses mezők detektálására és mérésére használatos berendezések, a különböző röntgenkészülékek, EEG, rádióteleszkóp, köd és szikrakamrák tömegével szállítottak olyan képeket, melyeken csak hosszas előzetes gyakorlás után lehetett felismerni a releváns mintázatokat, megkülönböztetni a normált a patológikustól, a jelet a zajtól. Az ilyen műszerek használatához nem volt elég a naturális észlelőképesség, a mechanikus objektivitás. A szignifikáns eltérések, a jelentéssel bíró mozzanatok és mintázatok felismerése csak is előzetes tanulás, elméletek elsajátítása és gyakorlás által kialakított érzékenység és tapasztalaton alapuló ítélőképesség által lehetséges. Ebben a tekintetben kétségtelenül Blondlónak és az NF közösségnek lett igaza. Nézzük például egy ma használatos EEG atlasz előszavát. A szerzők 4 szakaszra bontják azt a gyakorlási folyamatot, amelynek eredményeként kialakul az agy elektromos aktivitását mutató jelek felismerésének készsége. Hangsúlyozottan nem egy elmélet, hanem egy gyakorlati készség elsajátításáról van itt szó, mely készség nélkül önmagában a fizikai műszer semmit nem ér. Kezdetben a jelek teljesen értelmezhetetlenek, és csak 4 fázison keresztül lehet eljutni az eredmények felismeréséhez. Ebben a tekintetben Blondlónak lett igaza. A mechanikus objektivitás standardjait leváltotta a gyakorlott szem objektivitása, és már nem az számít tudományosnak, amit a GA közösség, és ma az számít tudományosnak, amit a GA közösség még tudománytalannak bélyegzett. A tudomány történetét tanulmányozva kétségtelenül látunk ilyen változásokat, amelyekben a korábban érvényesnek tekintett értékelési és igazolási standardek változnak meg. Amellett tehát lehet érvelni, hogy a tudomány történetileg relatív elméletei egy-egy korban elfogadott normákhoz mérhetők. Ebből azonban szerintem a példám azt mutatja, nem következik az egyidejű elméletek lokális érvényessége a tudományra kiterjesztett kulturális relativizmus. Köszönöm szépen!